Megindult a hivatalos eljárás Joe Biden ellen, miután a washingtoni kongresszus úgy döntött, megvonja bizalmat az amerikai elnöktől. Az elnök ellen fia Hunter Biden gyanús pénzügyei miatt indult eljárás. Bár a Fehérház tagadja, egyre több bizonyíték utal arra, hogy az amerikai elnök nem csak tudott fia üzleti ügyeiről, de közvetlen kapcsolatban is állt az üzlettársaival. Az amerikai elnök fia elismerte, hogy hibázott, úgy fogalmazott, manipulálta a bizonyítékokat és hazudott. Speaker. Heves viták előzték meg a Joe Biden elleni bizalmatlansági eljárásról szóló szavazást. Az amerikai elnök ellen fia Hunter Biden külföldi üzletei miatt kezdeményezték az úgynevezett impeachment megindítását. Joe Biden demokrata pártársai élesen bírálták a kezdeményezést, és kiálltak az elnök mellett. 11 hónap után sem tudja senki sem megmondani, hogy mi Joe Biden feltételezett bűne, hogy mikor történt, hol és mi volt az indíték, illetve hogy kik voltak az áldozatok, mondta egy demokrata párti képviselő. Az elnök ellen fia gyanús pénzügyei miatt indítottak vádemelési eljárást. Hunter Bidennek tegnap lett volna a meghallgatása a kongresszus alsóházának felügyeleti bizottsága előtt, de ő ezen nem jelent meg. Azt mondta, csak nyilvános meghallgatáson hajlandó válaszolni a kérdésekre. A kongresszus épülete előtt azonban az újságíróknak úgy nyilatkozott, apja nem érintett az üzleti ügyeiben, és beismerte, hogy hibázott. I'm here today to make sure that the... Azért vagyok ma itt, hogy elismerjem, hibáztam, manipuláltam a bizonyítékokat és hazudtam. Azért vagyok ma itt, hogy elismerjem, hogy követtem el hibákat az életemben, és elpazaroltam a lehetőségeket és kiváltságokat, amelyeket kaptam. Ezért felelős vagyok, ezért számon kérhető vagyok, mondta Hunter Biden. Az eljárás során bemutatott bizonyítékok alapján Joe Biden családtagjainak számlájára több millió dollár érkezett, főleg Ukrajnából és Kínából. Egy részük ráadásul éppen akkor, amikor Joe Biden alelnök volt. A Fehérház továbbra is tagadja, hogy az elnök tudott volna Hunter Biden üzleteiről, de egyre több bizonyíték utal arra, hogy az elnök nem csak tudott a pénzügyekről, de közvetlen kapcsolatban is állt fia üzlettársaival. A Fehérház szóvívője közölte, hogy az elnök büszke a fiára, elnöki kegyelmet azonban nem ad neki. Az elnök nem fogja kegyelemben részesíteni a fiát mondta a Fehérház szóvivője. Az amerikai parlament végül Hunter Biden meghallgatása nélkül volt kénytelen szavazni az eljárásról. A kongresszus úgy döntött, megvonja a bizalmat az elnöktől. We've made point very clear today. Világosra tettük az álláspontunkat, a fertárt bizonyítékok egy nyugtalanító tendenciát mutattak a Biden család részéről. Hónapokon át gyűjtöttük a bizonyítékokat. Van egy egyszerű kérdésünk, ami az amerikaiak túlnyomó többségét is érdekli. Mit tettek a Biden? amiért több 10 millió dollárt kaptak. Tette fel a kérdést a felügyeleti bizottság elnöke, aki megindította az eljárást. A Washingtoni alsóházban a képviselők 221-212 arányban támogatták az eljárást az amerikai elnök ellen. A szenátusban azonban véhetően kevésbé lesz sikeres a kezdeményezés, ott ugyanis a demokraták vannak többségben, és a szenátorok kétharmadának támogatása kellene az eljárás érdemi megkezdéséhez. A kongresszus mostani döntése azonban lehető. Tette, hogy a vizsgálóbizottság meghallgassa a Joe Biden családtagjait.